Sziasztok! Egy szintén sokak által feltett kérdésre fog most nekünk Inez válaszolni. Inez, miért ne testtetoválóval tetováltassam meg a szemöldökömet? Hát erre nagyon egyszerű a válasz, mivel hogy a testtetováló testet tetovál, a sminktetováló pedig arcot tetovál, úgyhogy nagyon nem ajánlom senkinek, hogy ezt a kettőt összekeverje. Már csak azért sem, mert egy testtetoválónak nincs meg az az esztétikai érzéke, ami az arcon lévő sminket, ugye sminktetoválásra tudná átalakítani. És hát maga a pigment, amivel dolgozik, az sem megfelelő arra, hogy azt az arcunkon viseljük, mint sminktetoválást. Úgyhogy ezt a két területet nagyon külön választanám, mivel nagyon sok vendéget el kell küldenünk azzal, hogy nem tudjuk elvállalni a testtetováló, pigmentet tetovált szemöldökét, nem lehet javítani. Tehát előbb-utóbb úgyis mindig ki fog lógni a testtetováló pigment a sminktetoválás alól. Ahogy kopik a sminktetoválás, egyből ott lesz a régi tetoválása. Úgyhogy mi most már ezt nagyon szigorúan vesszük. Régen még így elvállaltunk el egy-egy vendéget, aki nagyon szeretett volna a sminktetoválást tőlünk, de most már ezt nem vállaljuk el. Úgyhogy minden vendéget ilyenkor vagy lézerre, vagy valamilyen biokémiai eljárással el kell először távolítani a régi testtetováló pigmenttel készült szemöldökét, ugyanis minden esetben vagy kékes, vagy szürkés árnyalatú a vendég szemöldöke, és hát nem lehet kijavítani sajnos, úgyhogy mindenkit óva intek attól, hogy testtetoválóval tetováltassa ki a szemöldökét, vagy hát bármilyen más sminktetoválást az arcán. Köszönöm, Inez, hogy válaszoltál a kérdésemre. Reméljük hasznos volt számatokra. Rengeteg kérdésünk van még, úgyhogy tartsatok velünk a következőkben is, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!